Nagyobb területet, több utcát érint az idei Pécsi Pride, így több helyi közlekedését, lakhelyének megközelítését nehezíti meg a vonulás, mondja a belváros képviselője. Én arra kérek minden pécsi polgárt, a belvárosiakat és a mecsek oldaliakat különösen, hogy szombaton tájékozódjanak a busz közlekedésről, az autós közlekedés lehetőségeiről, sőt arról is, hogy nem állnak-e olyan helyen, ahol egyébként el fogják szállítani az autójukat a vonulás miatt. Arra kérem a pécsieket, hogy legyenek körültekintőek, nézzék meg, hogy milyen közlekedési lehetőségek lesznek, és kérem a türelmüket. A szervezők miután nem veszik figyelembe a kérésüket, nincs más lehetőségünk nekünk pécsieknek, mint hogy elviseljük ezt a provokációt. Kővár János azt mondja, a szombati Pride felvonulás olyan helyszíneket is érint majd, ahol gyerekprogramok lesznek éppen. Ráadásul a Tettyén a rendezvény zárásaként több órás programot tartanak, ami a helyi játszótér közelében lesz. A képviselő erre is felhívta a figyelmet.